Nagyon szépen köszönjük. Én a hepehúpás talaj miatt nagyon aggódtam a bokákért, de azt mondták a néprajzkutató kollégák, hogy ne aggódjak, mert az így autentikus, hiszen nem táncoltak másképpen 200 évvel ezelőtt sem, mint a füvön vagy a földön. Engedjék meg, hogy most nagy tisztelettel felkérjem dr. Horváth Sándor néprajzkutatót, a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Kutató Szakosztályának elnökét, hogy szakmai megnyitó beszédét mondja el nekünk. Drágé bunyevke, drágé bunyevci, a posebno drága djeco, čutim se kao doma. Došao sam ovamo par sto kilometara i znate, moj djed je doma bio i jedan i drugi dida. Pa ja sam bio istačilo. Da pričam još daje, onda znate zašto kažem to, da se čutim kao doma. A ipak sam raišanski Hrvat iz županije Željezne, iz županije Voš. Tisztelt vendégek, elnézést, hogy egy kis horvát bevezetővel köszöntöttem, mondtam pár szót a helyieknek, az abszolút illetékeseknek, a helyi bunyevácoknak, és kiemelten a gyerekeknek. Azt próbáltam elmondani, hogy otthon érzem magamat, mert hogy pár száz kilométert utaztam most ide, de dida az én nagyapám egyik ágról, másik ágról is, és voltam én is vőfészt a csiló, mint ahogy itt is a bunyevácoknál, ugye a lakodalomkor az egyik tisztségviselő azt a csiló, mint olyan. Tehát ezzel arra szerettem volna utalni, hogy noha a magyarországi horvátok több népcsoportra oszthatók, több néprajzi tájegységre, legalább 8-ra, s annál többre is, mégis vannak bizonyos hasonlóságok, azonosságok is az egyes tájegységek között. De hát most nem erről van szó, hanem a bunyevác tájházról itt Baja-Szent Istvánon. A település alakulásáról most nem szeretnék külön beszélni, meg magáról a házról sem, hiszen igazgatóasszony ezeket már felidézte, az előző tulajdonost is, a megnyitás körülményeit. A bunyevácokról azért pár szót kéne mondani, hiszen már a 17. században érkeznek ide. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még jóval korábban is voltak itten. Egy biztos, és ezt a nem is olyan régen felkutatott adatok nagyon szépen igazolják, hogy még az 1700-as évek elején is voltak mozgások, oda-vissza mozgások a déli területek és az itteni vidék között. Nem csak a bajai bunyevácokra vonatkozik ez, vagy éppen a Baja-Szent Istvániakra, hanem akár még a dusnokiakra, bátyaiakra is, akik annak idején például a kuruc háborúskodás miatt elmenekültek le a délvidékre. Volt, aki Nasicébe ment, volt, aki Ilokra ment, most itt mondhatnám konkrétan a neveket, de azt gondolom, hogy ez most lényegtelen, nem érdekes. Innen, ebből a településből is voltak, akik családostul elmenekültek az újabb háborúság elől, és nem véletlen, hogy oda mentek, ahol már voltak rokonaik, akikre emlékeztek, akikkel nyilván megvoltak a kapcsolataik, tehát itt egy olyan élénk, élő kapcsolat és mozgás, népmozgás volt folyamatosan, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 18. század közepére nyugszik meg. Akkor telepszerek meg tartósan azok a bunyevácok, akik úgy döntöttek, hogy itt élnének hosszú távon a családjaikkal, és mentek el más vidékre, akár vissza, ha úgy tetszik, az őshazába, azok, akik hát különféle okok miatt arra indultak. Aztán, hogyha a sajtó is megkérdezte, hogy milyen sajátosságokat lehetne mondani a tájház, a horvát tájház kapcsán, milyen sajátosságokat lehetne mondani speciálisan a bunyevác tájház kapcsán, akkor itt részben nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de azért egy-két dolgot emeljünk ki mi is. Hát az egyik az, hogy nincs is olyan sok horvát tájház Magyarországon. Talán ha 5. Ide legközelebb talán a Kásádi van, ha jól számolom. Összesen 5, de ennél jóval több az a muzeális épület, tehát múzeum által gondozott épület, amelyben horvátokkal kapcsolatos emlékeket ápolnak, őriznek. Mert ne feledjük el, hogy a szabadtéri néprajzi múzeumokban, akár Szentendrén, vagy akár mi nálunk Szombathelyen, a Vasis Kanzenben is van horvát ház is többek között. Nincs tájház, de bent a szabadtéri néprajzi múzeumban létezik ilyen.
A specialitás pedig az, hogy, és erre szeretném majd buzdítani a helyieket, hogy tekintsék valóban a sajátjuknak, és használják a sajátjukként ezt a portát, ezt a házat. Mielőtt azonban ezzel zárnám gondolataimat, szeretnék utalni arra, hogy hát ugye a dvor nálunk, az udvar, ezen a vidéken gyakrabban használják inkább az avliát, aztán azért pod odzsakom van a kémény alatti része a konyhának, ahol belépünk rögtön majd a ház lakó részébe. És még lehetne sorolni azokat a jövevény szavakat, azokat az orientalizmusokat, azokat a török jövevény szavakat, amelyek pont azt tükrözik nagyon jól, amit az előbb próbáltam evel az 1700-as évek elejé, még akkor is mozgásban lévő népességgel kapcsolatban mondani, hogy élénk volt a kapcsolat a kor régiójában. És hát nyilván, hogy megvoltak a megfelelő török beütések, a török hatások is. Az épület, ez most már egy újabb, modernebb épület, ha ahhoz képest gondolunk rá, hogy miben éltek annak idején a régmúltban, és miben éltek, hogyha menekülni kellett, mert olyankor mindig föltalálták magukat az emberek, és mindig visszatértek a nagyon egyszerű, nagyon kezdetleges módokhoz, például a Zemunicához, a Veremházhoz, mint olyanhoz, amelyet bizony itt akár a Rácz-Horvátjainknál is előfordult, hogy Veremnek, krumplisveremnek, répaveremnek használták, vagy éppen tyúkolnak építették, és nem is építették, nem is ásták ki, tehát nem gödörként építették meg. Aztán vannak olyan sajátosságai ennek a vidéknek, amelyekről néhány szép képet tudtam nézni itt az elmúlt pár napban a Bajai Tűr István Múzeum néprajzi gyűjteményében, a régi fotókon. Azok a tyúkolak, azok a sajátos tyúkolak, amelyek hát azt szokták mondani, hogy kupformájúak. Én még mindig belelátom a búnyékat. Ha már búnyevci, akkor búnye, és a búnye az pedig az a bizonyos ilyen fél gömb formájú, szárazon rakott kő építmény, amelyiket hát ott a karsztvidéken, ahol sok van ebből a kőből, összehordtak a telek határára, hogy tudják művelni, vagy legalább tudjanak olajligetet, olajfákat ültetni, és ott a sarokban, a kerítés sarkában pedig megcsinálták ezt a félgömb kupolát egy kis bejárattal, és kiválóan használható volt ilyen ronda időben, jól jönne ide is egy búnye adott esetben, amikor puff, egyszer csak leesik az eső a szinte a derült égből. No, részben ugye a Gunyevác szót is ide kötik, mert hát ugye persze a Búna folyóhoz, amelyiknek a vidékéről indultak útnak annak idején a Gunyevácok. Erre a Bácskába eljutottak egészen ide, erre a vidékre is, és mentek Horvátország dalmáciai területeire is, más vidékekre is. Aztán, ami még sajátosság, az az, hogy az itteni Gunyevácok eredendően fonott épületeket készítettek a maguk számára. Sőt, a kosára, mint olyan, az egy olyan kifejezés volt, amelyik a fonott valamiféle zárható területet próbálta jelenteni. Kosárák, tehát kosarak voltak, tehát fonott kerítéssel elkerített helyek voltak használatban, még a 20. században is azokon a horvátországi területeken, ahol a nyájakat szokták ilyen helyekre többek között beterelni példának okáért. De hát tetszenek a hátam mögé nézni, itt készül egy szántalpas hombár rekonstrukció, fonott szántalpas hombár, és a lakóházakat is így készítették az emberek annak idején, és csak később tértek át a vályogházra, a vályog téglából épített házakra, mint olyanokra, amilyen már ez a ház is. És, mint mondtam, lehetne sorolni az életmód mindenféle más ágaiból is. Az, hogy például ismerték a Bunyevácok a körte alakú részből készített bográcsokat, üstöket. Noha nem a délvidéki módon használták őket, hanem ágasfán, szabadtéren, de nagyon sok olyan eleme van ennek a kultúrának, amely nagyon szépen mutatja azt a kapcsolatot, hogy honnan érkeztek, s mit hoztak magukkal, s mit őriztek meg maguk számára ezek a horvátok. Én azt remélem, hogy ezekből a dolgokból nagyon sok minden megmarad a jövő számára, és azért buzdítom önöket arra, hogy a fiatalokat begyűjtve érezzék maguknak ezt a házat, hozzák ide őket, ne csak énekeljenek, beszélgessenek is, mutassák meg a tárgyakat,
Én most itt mesélhetek tárgyakról, amiket nem is látnak a szemük előtt, mert benn vannak a ház különféle helyein, akár éppen a kamrában. Ez nem ugyanaz. Tehát érdemes lesz valahogy visszatanulni. Az identitásnak nagyon fontos része az, hogyha a tárgyi világgal is megismerkednek a fiatalok, annál is inkább, mert ez nem Bunyevác sajátosság, ez ma magyarországi, vagy ha úgy tetszik, európai sajátosság, hogy már a fiatalok nagyobb része nem ismeri a nagyszüleik életmódját. Nem csak a hagyományait, egyáltalán azt, hogy mit, mivel, hogyan csináltak, amikor még nem volt villanyáram, és amikor sok minden nem volt, és mégis gyönyörűen, szépen tudtak élni az emberek. Én erre buzdítom még egyszer az itt jelenlévőket, hogy ne csak ilyenkor ünnepi alkalommal jöjjünk össze ilyen szépen, hanem ha nem is ilyen nagy számban, de mindig legyenek itt rendszeresen, hetente, vagy két hetente, hiszen itt is lehet próbálni is, hogyha különféle fellépésekre készülnek a csoportok. De hát rengeteg minden más is lehet csinálni, egy szalonasütéssel pedig be lehet zárni a dolgot, és akkor nem kell szaladni hazafelé, mert akkor valóban nem csak a hagyományokról beszélnek majd, hanem a helyi közösséget is fogják erősíteni, építeni. Ezt kívánom mindnyájuknak, és köszönöm a figyelmet!